Nagyon szép estét kívánok mindenkinek, sziasztok, és szia Andi, nagy szeretettel köszöntelek. Szia Péter, én is köszöntök mindenkit, minden kedves nézőt, és köszönöm ezt a beszélgetésre a lehetőséget. Hát mi köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, és azok kedvére, akik még úgy nem ismernek téged, néhány gondolattal így mesélnél egy picit magadról, ugye? Annyit már elárultam itt a levelekben, hogy a Valdorártnak az alapítója vagy, egy művészeti, vagy nem művészeti iskola, de mi ezt majd megbeszéljük mindjárt később, de hogy mesélsz egy picit magadról, hogy a Valdorártnak mi a küldetése, mi is az, amit te képviselsz? Oké, tehát a Valdorárt Rajz és Festőiskolának az alapítója, egyik alapítója vagyok, a férjemmel együtt csináljuk ezt a rajz- és festőiskolát, és ugye volt egy, a bemutatkozásnál volt egy olyan kérdésed, hogy művésznő, hogy én nem tartom magam művésznőnek, de az tény, hogy jól rajzolok és festek. Aztán majd beszélgethetünk arról, hogy szerintem mi a művészet, és hogy mi a különbség az között, amikor csak valaki rajzol, és jól csak rajzol, és jól fest. És az, hogy hogyan indult el ez az egész, hogy mi vezetett oda, hogy én elkezdtem rajzolni és festeni, az 2005-ben indult az én személyes történetem. Akkor még multinacionális cégnél dolgoztam, multi környezetbe, és mindegy is a sztori, hogy ott mi történt, de a lényeg az, hogy az lett a kimenetele, hogy ilyen szívszorítás érzés, meg nehéz légzés, és én azt gondoltam, hogy valami szív problémám van, és a férjem elvitt egy ilyen sürgősségi osztályra kivizsgálásra, ahol közölték, hogy nincs semmi baj a szívemnek, csak menedzserbetegség, és hogy szedjek nyugtatót. Ez volt a diagnózis, és akkor gondoltam, hogy talán nem kéne nyugtatót szedni, akkor ilyen 20 pár éves voltam, és akkor azon gondolkodtam, hogy mi lehet az a, mi volt gyerekkoromban az az örömforrás, ami engem feltöltött és békében tartott, és ez volt a rajzolás. És egyébként én eredetileg, tessék? Nagyon szép. Eredetileg képzőművészeti iskolába szerettem volna menni, de a szüleim azt mondták, hogy az nem lesz jó, mert abban nem lehet megélni a művészetből, és egyébként inkább közgazdás, és így közgazdász iskolát végeztem el, és ebbe a szakmába dolgoztam 7 évig, egészen eddig a sztoriig, míg el nem kezdtem rajzolni és festeni. És egyébként 2007-ben volt, amikor elvégeztem én is egy ilyen jobb agyfeltekés rajztan folyamot, és az vezetett oda, tehát a stresszkezelés vezetett oda, hogy ezt tudjam kezelni, hogy elkezdtem rajzolni és festeni, de amit én kaptam attól a rajztanfolyamtól, az a sikerélmény volt. Tehát, hogy amikor az volt a feladat, hogy rajzoljuk meg első napon a saját önarcképünket, meg utolsó napon a saját önarcképünket, és én ilyen földön túli boldogságot éreztem, amikor megláttam utolsó napon a saját rajzomat. Tehát én napokig a föld felett jártam, és mindenkinek mutogattam, hogy nézd, mit tudok, mert ugye egy olyan érzés volt, hogy ezt nem hittem el, hogy én rajzoltam, hogy nem hittem el, hogy én csináltam. Tudtam, hogy az én folyamatom, az én kezem munkája, de nem, tehát ez a, nem hitted el, hogy az enyém. És akkor ez a sikerélmény vezetett oda, hogy azt mondtam, hogy én ezt tanítani is szeretném. És hogy a Valdorártnak a küldetése mi, hogy igen, tehát sok mindenre lehet használni a rajzolást, de én azt mondom, hogy a rajzoláson és a festésen keresztül növeljük az emberek önbizalmát, mert amit én át szeretnék ebből adni, az az a sikerélmény. És én azt gondolom, hogy ezt az élményt legalább egyszer mindenkinek meg kell élni az életben, azt, hogy többre képes, mint amit hisz magáról, mint amit elsőre gondolnál magáról, arra sokkal többre képes valaki. Mondjuk azért azt se felejtsük el, hogy a kiindulási pont ugye az volt, hogy magának a rajzolásnak, vagy esetleg a festészetnek van egyfajta fiziológiára visszaható hatása, ami úgy tudatosan vagy tudattalanul, de így ezeket az idegpályákat, az idegrendszert rendbe tudja tenni, vagy legalábbis segíti a helyreállást, és ebben a rohanó, stresszes világban, ugye, ami mostanában mint sok krónikus betegség alapja a stressz, egy egyszerű és, hogy is szokták ezt mondani, az orvost, az keresse meg orvosági gyógyszerészét helyett,
keresse meg a művészet, meg a rajztanárát, és gyakorlatilag mellékhatásmentesen tudja az ember saját magát rendbe tenni, akár csak azzal, hogy naponta 20 percet, fél órát leül rajzolgatni valamit, és abban úgy kicsit így visszazökken önmagába. És szerintem ez már önmagában egy hatalmas adománya a nyugtatók és a stressz helyett, hogy egy picit magunkba fektessünk időt, energiát. Ez az én időnek egy speciális változat, amikor egy picit úgy megengedjük magunknak, hogy csak legyünk. És szerintem ez így egy teljesen erős dolog. És a másik, amit így most így felhoztál, hogy ez a sikerélmény történet, ebben talán még ott is van érdekesség, hogy nagyon sok ilyen elnyomott talentum van, mint ahogy a te életedben is ott volt a művészet, de apuka azt mondta, hogy már pedig a matekét. Igen. És most vagy igaza volt, vagy sem, azt most már nem fogjuk megtudni, mert hogy a választás ott egy más irányba ment, de hogy összességében ugye te példád is hozza azt, hogy mindannyiunkban vannak értékes talentumok, és ha nem is a művészet, vagy nem is a rajzolás, vagy a festészet, de hogy azzal, hogy az ember így nekiáll valami olyan dolgot csinálni, amit eddig egyszerűen nem csinál, és csak kipróbálja benne magát, úgyhogy egy alapszintű képesség is elvezethet oda, hogy egy hétköznapi szemnek szép, látványú dolog születik. Az önmagában örömforrás, vagy nem is tudom pontosan, hogy vannak ezek a endorfin és dopamin termelődések útközben, de az mindenképpen van egy jótékony hatása abszolút a folyamatra. Igen, tehát rengeteg olyan tanítványunk van egyébként, akik azért kezdtek el rajzolni és festeni, mert éppen valami hullámvölgyben volt az életük. Tehát volt olyan, hogy haláleset a családban, válás, betegség, tehát hogy ezeknek a feldolgozására használták, idézőben mondom, hogy használták a rajzolást. És ugye mondtad azt, ugye beszélgethetünk arról, hogy a rajzolásnak milyen megnyugtató hatása van, de hogy pár évvel ezelőtt mi csináltunk erre egy kísérletet is, hogy lemértük EEG-vel, hogy hogyan működik az agyunk rajzolás közben. Ha megosztod a képernyőt, akkor... Aha, igen. Ugye ez volt a kísérlet, hogy ilyen elektródákat raktak a fejünkre, és azok a sárga tapancsok, amiket láttok, ezek az agynak a különböző területein mérték az agyhullámokat, miközben rajzoltunk. És igazából az volt a kísérletnek a lényege, hogy három tevékenységet akartunk összehasonlítani, hogy hogyan működik az agy. Az egyik volt az, hogy számítógépen dolgoztunk, a másik az, hogy olvastunk egy számunkra szórakoztató irodalmat, a harmadik pedig az, hogy rajzoltunk. És ugye ezt a három tevékenységet hasonlítottuk össze, és egyébként egy orvos, pszichológus, dr. Sinkovics Péter volt, aki segített nekünk a mérésben, és ő volt az, aki kiértékelte az adatokat, és azt kerestük, azokat az eltéréseket kerestük, hogy miben más a rajzolás az olvasáshoz és a munkavégzéshez képest, és milyen olyan agyhullámok keletkeznek kizárólag rajzolás közben, ami sem olvasás, sem munkavégzés közben nem jelentkezik. És négy ilyen eltérést találtunk. Az egyik az, hogy két agyterületen is alfa agyhullámok generálódnak rajzolás közben, ami eleve egy ilyen elazult tudatállapothoz hoz létre. A másik pedig, hogy itt elől a előső homloklebenyen pedig ilyen nagyon erős koncentrációt mértünk rajzolás közben, erősebbet, mint munkavégzés közben. Tehát erősebb koncentráció kell a rajzoláshoz, mint számítógépes munkánál. Tehát erősebb volt a béta agyhullámoknak a működése. És ugye egyszerre van jelen a rajzolás közben az erős béta agyhullám emelkedés, meg az erős alfa agyhullám emelkedés, hogy ez a kettő, talán azt lehet mondani így a rajzolásra, hogy én úgy szoktam hívni, hogy aktív meditáció. Tehát, hogy valami történik, tehát valamit csinálunk, de hogy közben mégis megvan ez az ellazult
tudatállapot, ami ugye a nyugtatás, tehát a nyugtatóban, nyugtató helyett így benne van. És ami nagyon érdekes volt, és nagyon, tehát szerintem a legszenzációsabb kis az eredmény, az, hogy úgy kicsit puskázok, mert azt mondta a Sinkovics Péter, hogy alfa koherencia alakul ki az agyban, ami azt jelenti, hogy az agynak a különböző területei rajzolás hatására elkezdenek egymással együttműködni, és egymással úgymond kommunikálni. Amit úgy képzeljünk el, hogy az agynak az egyik területén, mondjuk az egyik színusz hullám elindul valamilyen görbébe, hogy fönt-lent, fönt-lent, és ugyanezt a görbét az agynak a másik területe ugyanígy átveszi. Tehát, hogy, ugyanígy meg, tehát, hogy egymással elkezdenek kommunikálni, és hogy ez miatt van az, hogy az agynak a területei így átveszik egymásnak a rezgését, vagy elkezdenek egymással kommunikálni, hogy amikor ilyenkor jön az, hogy új összefüggéseket veszünk észre, tehát lényegében ez a kreativitás. Meg ugye ő mondta azt, hogy ezt az alfa koherenciát szokták mérni meditációkkor is. Tehát, hogy ez egy tök érdekes mérési eredmény volt, és ugye például az, hogy összehasonlítva az olvasásra, amivel egy szórakoztató irodalmat olvastunk, hogy ott is megvan az az érzés, hogy bele tudok merülni az olvasásban, és megszűnik a külvilág. Ugye a rajzolásban is megvan ez az érzés, hogy megszűnik a külvilág, nem hallom a zajokat, benne vagyok a tevékenységbe, de mégis az olvasásnál ez a fajta alfa koherencia és ez a fajta ellazulás, az nem alakul ki, mint a rajzolás során. És egyébként még így volt egy tök érdekes mérés, de hogy ugye ezt ketten, férjem és az én agyamat mérték le rajzolás közben, és a férjemnél még egy nagyon erős gamma emelkedést lehetett mérni, ami még erősebb koncentrációra utal, nálam pedig egy nagyon erős, még erősebb ellazulás, egy téta agyhullámot tudtak még kimutatni. Ugye téta az az alvás meg az alfa közötti agyhullám, de ugye ezt nem használjuk arra, hogy mint általánosságban a rajzolás, akkor tétába visz, mert ugye van a téta healing is, de hogy, mert hogy ugye ez csak nálam volt kimutatható, a férjemnél meg ugye a gamma volt kimutatható, tehát viccelődtünk vele, hogy ez a különbség a férfi agy meg a női agy között, de nyilván nem, de igazából ami mind a kettőnél abszolút kimutatható volt, tehát az alfa koherencia, hogy az agynak a különböző területei elkezdenek egymással kommunikálni, illetve a béta meg az alfa agyhullám erősödése, tehát hogy ez biztos. Ami kijött a kísérletből, és akkor úgy hogy tudományosan is igazolható, hogy a rajzolásnak megvan ez a stressz csökkentő, nyugtató hatása. Még ugye sokszor szokták mondani, hogy a rajzolás jobb agyfeltekés rajzolás, és ez alapján, ugye ez az jobb agyfeltekés rajzolást a 70-es években Betty Edwards nevéhez fűződik, tehát ő találta ki, és akkor volt egy Sparrow nevű pszichológus, aki így akkor kezdték el definiálni, hogy mit csinál jobb meg a bal agyfélteke. És akkor így ennek a kapcsán lett jobb agyfélteke és rajzolása neve. Hogyha ezt a kísérlet után kéne ennek nevet adni ennek a rajzolásnak, akkor én azt mondanám, hogy teljes elmés rajzolás. Mert hogy az agy idegpályák összefüggésbe kerülnek. Tehát ez csak egy elnevezés, ez a jobb agyfélteke és rajzolás. A lényeg az, hogy rajzolás közben tény, hogy másképp működik az agyunk. Van még dia, vagy nem baj, hogy levettem? Ne, oké, hogy így levetted, de a következő az már más. Amár itt benne vagyunk ebbe a jobb agyféltekés témába, maga ez a jobb agyféltekés rajzolás, ez miért? Szerinted miért terjedt el ennyire? Vagy ugye nagyon sokan lehet... nagyon sokat lehet hallani, hogy akkor a gyereket vigyük erre, meg arra, és akkor ilyen kis kockákat másolgat az ember, hogy annak például mi a tudományos háttere, vagy... Na, hát oda is kockákat, tehát, hogy szerintem én nagyon sajnálom azt, hogy jobb vagy féltek, és rajzolásnak kicsit le van járatva a neve. Meg, hogy nagyon sajnálom azt is, hogy ilyen egy-két napos tanfolyamok vannak, és te is azt mondod, hogy kockákat rajzolgatunk, hogy tök nem ez a lényege. Hogy ezt így tegyük rendbe. Ja, jó. Tehát a jobb agyféltekés rajzolásnak a lényege az az, hogy alapvetően nem rajzolni tanít,
mert hogy a rajzoláshoz csak annyi, az a módszernek a lényege, hogy a rajzoláshoz csak annyi kézügyességre van szükség, hogy tudjál folyóírással kézzel írottan írni. Ha ez megy, akkor tudsz rajzolni, mert nem a kézügyességen múlik a rajzolás, hanem fejben dől el. Egy látásmódot tanulunk. És hogyha ezt a látásmódot egy mondattal kéne megfogalmazni, hogy mit jelent, akkor azt mondanám, hogy rajzolás közben nem elég egy dologra figyelni, hanem folyamatosan nézőpontot szükséges váltani. Hogy hol a vonalakra kell figyelni, hol úgynevezett negatív terekre kell figyelni, hol a pozitív terekre. És egyébként én ezért szoktam azt mondani, hogy ha valaki ismeri a jobbágyfeltekés rajzolás módszerét, és tudja, hogy mik a tudatosan figyel arra, hogy mik azok a nézőpontváltások, amit rajzolás közben meg kell csinálni, és ezt így végig gondolod, hogy te mit csinálsz ahhoz, hogy realisztikusan tudjál a végén rajzolni, akkor azt szoktam mondani, hogy ezt, ha kiterjeszted az élet nagy területére, azt, amit te rajzolásban csinálsz, akkor lényegében arra kapsz választ, hogy ne csak a rajzolásban, hanem a gondolkodásmódban is válts nézőpontot, és hogyha ugyanazt a dolgot meg tudod figyelni több nézőpontból, több szempontból, akkor sokkal közelebb jutsz az igazsághoz, vagy úgymond a valósághoz. Tehát, hogy lényegében jobb vagy féltek és rajzolás szerintem arra tanít, hogy hogyan tudsz nézőpontot váltani ahhoz, hogy realisztikusan élethűen tudjál rajzolni. Tehát ez abszolút, ez egy fejben dolog. És a rajztanfolyamon azt tanítjuk meg, hogy mire figyelj, mikor mire figyelj, melyik lépésben mire figyelj, és nem a kockákon van a lényeg. Zseniális. Egyébként így ebből az aspektusból vizsgálva mindenkinek fel kéne írni egy ilyen 2 hetes tanfolyamot. Egyébként igen. Már meggondoltam, meg a nagyszülőknek, hogy a szerencsétlen gyereket ne küldjék el olyan iskolába, ahol nem való. Volt egy beszélgetésem dr. Rabárpáddal, a jövőkutató, és... Fesztiválon. Igen, nem, Karnevál, igen. És ő mondta azt, hogy... Gyanyapali egyébként, bocsánat. Tessék? Nagyon szeretem a Rabárpádot, olyan zseniális meglátásai vannak. Igen, nem dumálok bele többet, viszont. Nem is tudom, mit akartam. Ja, hogy igen, hogy ugye most már, hogy már ott tart a tudomány, hogy elég valószínűleg hosszú ideig fogunk élni, és hogyha hosszú ideig fognak az emberek élni, akkor valószínűleg nem egy szakmájuk lesz, hanem több. És azt mondta, hogy ha így nézni, akkor a rajzolás olyan annyira összetett tevékenység, és annyi dologra kell közben figyelni, hogy az majdnem, hogy egy nélkülözhetetlen alapvető készség. Mert lehet, hogy akkor most egy kézügyességed megvan ahhoz, hogy jól tudjál rajzolni, és utána meg lehet, hogy sebész leszel, mert ez a kézügyességed megvan hozzá. Szóval majdnem, hogy egy nélkülözhetetlen. Én is így gondolom egyébként, hogy nem csak arról van szó a rajzolásnál, hogy valaki tud rajzolni, hogy ez lenyugtat. Nem csak arról van szó, hogy sikerélményt ad, hanem egy látásmódot is ad. Az élethez ad egy látásmódot. Abszolút. Meg ha belegondolunk, tehát korábban volt a rajzolás, mint mondjuk a beszéd. Most a barlangrajzolás, meg mutogatáson kívül, tehát a folyóbeszédre gondolok, hogy sokkal ősibb az a fajta képalkotási készség, ahogy még az ősemberek is rajzokban próbáltak kommunikálni, vagy akár valamilyen, ugye nézzük ezeket a törzsi díszítéseket, ugye most ez művészet vagy nem művészet, az egy kérdés, azt majd mindjárt megmondod, hogy mi a művészet definíciója, de hogy számomra csodálatosak azok a megnyilvánulások, ami így az ősi forrásokból felelhető, hogy mennyire régen vették ezt már igen komolyan. És ahhoz képest, hogy például az írás, meg az olvasás, az egy sokkal régebbi, később kialakult tevékenysége, kommunikációja az embernek, mint maga a képalkotási technikák, vagy valamilyen fajta haragványok, vagy akár az építészetben megjelenő díszítések. Igen. Tehát itt nekem a kérdés igazából, ha már ide megérkeztünk, ez a mi a művészet és mi nem,
ezt egy kicsit piszkáljuk már, mert így túlja a bütykömet, hogy igen. Most milyen művészet és mi nem az. Igen, ugye ez egy elég sikamlós téma, hogy milyen művészet, meg kinek a mit jelent. Milyen nézőpontokból vizsgáljuk. Igen, milyen nézőpontokból. Nem fáj. Igen. Én nagyon magamével tudtam tenni. Volt egy beszélgetésem Gál Gregor, egy szobrászművész. És ővele beszélgettünk arról, hogy mi a művészet és ki a művész. És azt mondta, hogy szerinte az a művészet és az az ember a művész, akinek van valami belső tartalma, amit ő közölni akar. Tehát, hogy van mondani valója, van egy belső érzése, bármi, amit ő ki akar fejezni. Ez lehet a szorongás, az öröm, bármi. Tehát, hogy van egy belső tartalma. És azt mondta, hogy ebből a szempontból, ha úgy nézi, akkor mindenki lehet művész, hiszen az az anya, aki karácsonykor szépen megterít, és elrendez mindent, és szépen becsomagolja a karácsonyi ajándékokat, azzal ő azt üzeni ezzel, hogy én szeretlek titeket, és várlak benneteket. Tehát, hogy ebből a szempontból minden tettünkben ott van a művésziesség. De hogy ha ezt lefordítom ezt a rajzolás és a festésre, akkor azért, mert mondjuk valaki nagyon szépen tud rajzolni, nagyon szépen festeni, és minden millimétert a helyére rajzol, és olyan rajzot készít, ami teljesen olyan, mint egy fotó. Ha nincs mögötte tartalom, amit ő közvetíteni akar ez a rajz által, akkor ő nem művész, hanem mesterember. Uh-huh. És a mesterember, tehát ugye azt különbözheti meg a mesterembert, azt különbözheti meg a művésztől, hogy az egyiknek van mondani valója, amit ki akar fejezni szavak nélkül, másiknak meg nincs úgymond mondani valója az alkotás által. És hogy ilyen szempontból szerintem mindenkiből lehet mesterember, mert a rajzolás, a festés, ez egy abszolút tanulható tudomány. Tehát eszközök, technikák, fortélyok, tehát ez egy tanulható mesterség, tényleg. Tehát mesterember szerintem mindenkiből lehet. Ilyen szempontból nyilván művész is lehet mindenkinek, mindenkiből. Az a kérdés, hogy van-e belső tartalmad, amit ki akarsz fejezni. Ugye, amikor még miért bekapcsoltad volna az élőt, és így beszélgettünk, akkor mit is akartam ezzel? Na már nem tudom. De akkor visszakérdezek, ki dönti el, hogy nekem, hogy rajzoltam egy Móriczka rajzot, ezzel van-e mögötte belső tartalom, vagy nincs? Rajtam kívül nem tudja eldönteni senki. Ez így van. A figyeljem, a művész... Mindenki magáról dönt, igen, hogy ő mesterember, és mondjuk szalaggyártja a házikókat, vagy a tájképeket, és eladja a piacon, és akkor az mesterember, vagy egy Da Vinci, aki megrajzol egy mikrokozmoszt, és abban így lehetne szebben is rajzolni azt a mikrokozmoszt a két alatt, de az meg művész, mert ő neki volt egy célja azzal, hogy ezt megalkossa. Figyelj, a művészet szerintem nagyon sikamlós, és nagyon szubjektív. Most nem régen volt a tanítványainknak egy kiállítása, ahol volt zsűrizés, és a zsűri az 50 legjobbat választotta ki. És nyilván, hogyha egy más zsűri van, akkor másik 50 lett volna a jobb, mert azok az emberek mást látnak meg egy-egy képbe. De az tény, hogy a másolás, amikor a tanulásnak, tehát a rajzolás festésnél a tanulásnak az első fázisa az, amikor másolunk. A régi korok művészeinek, és ez egy tök normális a tanulásnak egy folyamata. De az még nem művészet. Tehát az akkor válik művészetté, hogyha én ki tudom fejezni a saját egyéni hangomat. És például mit gondolsz a mesterséges intelligenciák által készített képekről? Na, erről van egy beszélgetés a Karneválon doktor Rabárpáddal, és én is ezt kérdeztem tőle, hogy mi van akkor, hogyha ugye a mesterséges intelligenciát segítségül hívjuk a művészetben. És hogy meg egyetlen kinek az alkotása, hogy a mesterséges intelligenciája, vagy a miénk. És,
és ő azt mondta, hogy szerint egyáltalán, tehát hogy a mesterséges intelligencia, ez egy képesség növelő eszköz. Tehát tekintsünk erre úgy, mint egy képesség növelő eszköz, és hogy attól lehet veszélyes, hogy aki most mondjuk egy középszerű művész, és használja a mesterséges intelligenciát, egy nagyon jó művésznek tűnhet általa, mert ugye a képességeket növeli. És egy nagyon jó művész pedig még jobb művész tud lenni a mesterséges intelligencia által. És egyébként én azt mondtam neki, hogy ugye a rajzolásnak van 7 alapkészsége, hogy mutassam így, 7. És az első 5 szól a realisztikus élethű rajzolásról, az utolsó 2 szól arról, hogy képzeletből rajzolás, megemlékezetből rajzolás. És igazából itt van már jelentősége annak, hogy művésszé válsz-e, hogy a képzeletből rajzokat el tudod-e készíteni, meg tudod-e csinálni. És eddig mi azt mondtuk a tanítványainknak, hogy, hogy ezeket a képzeletből rajzokat, hogy hogyan fogják meg, hogy keressenek a neten hasonló referenciafotót, amit látnak a fejükbe, és akkor egy montásból alakítsák ki a saját képüket. De most, hogy itt van a mesterséges intelligencia, egyszerűen begépeled neki, hogy szeretnék egy olyan képet, amin ez, meg ez, meg ez van, és ő kidob valamit. Tehát, hogy az, hogy itt használom a mesterséges intelligenciát, belőlem jön a szándék, hogy mit akarok látni, ő segít vizualizálni, hogy mit, és amikor én átfestem, akkor még alakítok rajta. Tehát ez egy ilyen kölcsönös játék a művész meg a mesterséges intelligencia között. És egyébként volt is egy tanítványunk, aki pont beírt a mesterséges intelligenciának, hogy szeretnék egy olyan képet festeni, ahol egy öreg ember megy a templom felé, és a mesterséges intelligencia készítette egy képet, ő meg megfestette, és rohadt jó kép lett. Tehát most nekünk van egy kiállításunk a saját stúdiónkban, és ki is van állítva a kép, és a Rabárpádot is megkérdeztem, hogy akkor ez most kinek a képe, és egyetlen azt mondta, hogy az alkotónak a képe, hiszen belőle született meg az ötlet. Mesterséges intelligencia segített csak megvalósítani. És akkor ez, hogy művészet vagy nem, hát a közös munkája az embernek és a mesterséges intelligencia. Főleg, hogyha megtekerjük azzal, hogy ugye a mesterséges intelligencia az interneten látott mintákból dolgozik, tehát igazából az nagyon sok művésznek az közös alkotása. Igen. Valójában. Ha ebből a szempontból is lehet nézni. Egy picit visszakanyarodnék arra, abba a témába, ahol így szerintem legtöbben, akik más itt együtt vagyunk, leledzünk, hogy nagyjából ott Móriczka környékén vannak a készségeink, és hogy vajon miért van az, hogy az ember mondjuk a papír szélére firkálgatós kis satírozgatások, meg krikszkrakszokon túl nagyon nehezen megy magától, mert hogy magamról tudok beszélni, csak nem tudom, ti hogy vagytok vele. Tehát a kudarc élmény hamar azt tanítja meg nekem, hogy én nem tudok rajzolni. Uh-huh. És engem az érdekelne egyébként, hogy ezt mennyire könnyű átgyúrni, hogy elhitettem magammal, hogy én nekem ez nem az én bizniszem, vagy nem az én pályám, mert én ott csuta vagyok, meg amúgy is kétbalkezes. És hogy ezt hogyan lehet átfordítani, hogy igazából ez egy nagyon rossz belső paradigma, amit csak így át kell lépni, mert sokkal inkább kudarckerülésből születő félelem, mint valódi tapasztalás, vagy nem, hogy mondjam. Ugye, a rajztanfolyamainknak az első egy órája erről szól, amikor azt mondjuk, hogy miért hisszük magunkról azt, hogy nem tudunk rajzolni. És ez azért van, mert ugye amikor óviskorban elkezdünk rajzolni kis nyuszit, kis elefántot, házikót, kis cicát, madarat, akkor ezek az ovis rajzok, ezeket csináljuk, és ez nagyon fontos a kézügyességünk fejlődése szempontjából. Tehát a gyerekkori óviskori rajzok nagyon fontosak ahhoz, hogy a kézügyességet fejlődjön. De amikor megjön az igényed arra, hogy te realisztikusan szeretnél rajzolni, és nem ilyen Móriczka rajzokat, ez ilyen 10-12 éves korban jön meg a gyerekeknél ez az igény, hogy azt szeretnék lerajzolni, amit látnak,
akkor már ezek a gyerekkori, mi úgy hívjuk őket, hogy rajzsablonok, tehát a kis ház, a kis madár, a kis szica, ezek a rajzsablonok annyira beidegződtek már a tudatalattiba, ezek a minták olyan erősek, hogy amikor azt mondja neked valaki, hogy rajzolj egy érethű kis cicát, meg egy érethű szemet, meg egy érethű portrét, akkor nem tudsz már hogyan nekiállni, mert ezek a sablonok felülírják a valóságot. És igazából a rajztanfolyamon mi azt tanítjuk meg, hogy ezekből a sablonokból, ezekből a régi berögzött mintákból, a rajzmintákból milyen trükköket tudsz alkalmazni, hogy kigyere, és ne a rajzsablont rajzold. Hogyan tudod becsapni a fejedet, hogy ne a mintád vett elő, és hogy figyelj arra, hogy milyen negatív terek, meg milyen pozitív terek vannak. Tehát igazából erről szól az egész, hogy egyébként úgy kezdődik az egész rajztanfolyam, hogy lerajzoltatunk magadat, hogy rajzold le magad tükörből, most, ahogy tudod, tök mindegy, hogy mi lesz belőle. Utána meg rajzolj le képzeletből valakit, aki nincs ott, képzeletből rajzold az arcát. És utána két rajzot utána hasonlítsd össze, hogy mit látsz rajta. És azt fogod látni rajta, hogy az egyiknél ott volt a tükör, megfigyelhetted volna, hogy nézel ki. A másikat lerajzoltad képzeletből. De mind a kettő, a két rajz hasonlít egymásra. Mert tök ugyanúgy rajzolod a szemet, az orrot, a szájat. Tehát, hogy ezek a rajzmintáink, ezek a rajzsablonjaink, amiket nem tudunk még levetkőzni, mert még nem tudjuk, hogy mire kell figyelni. Tehát ez, amit mondok, hogy nem a kézügyessége múlik, hanem hogy tud, hogy mit nézzél rajzolás közben. És a rajztanfolyam az arról szól, hogy a mintákat, a régi mintákat hogyan tudjuk felülírni, és új mintákat. Ez zseniális egyébként. Mert ez az életre tanít. Ez az élet maga, igen. Az életre tanít. Egyre izgatottabb vagyok a békában. Na, jössz! Nem tudom, hogy olvastátok-e írlevelet, ez egy kicsit vicces volt, ez a rajzolj velem békát, és csokkoljuk meg. Én tényleg hívok mindenkit arra, és majd mindjárt beszélünk erről a teljesen zseniális rendezvényről, ahol majd rajzoltunk együtt békát is, vagy amit szeretnél. De hogy önmagában ennek a mélysége, ez most kezd így kibomlani, hogy maga a hívjuk művészetnek, rajzolásnak, festészetnek, hogy azáltal, hogy magamat megtanítom arra, hogy valamit lehozzak a gondolati világomból, az érzelmi világomból a valóságba, ugyanez a készség kell ahhoz is, hogy az életben megvalósítsak dolgokat. Ez így van. Magasabb szinten, hogy részt vehessünk az alkotásba, a teremtésbe, az életet hozzájáruló módon tudjuk élni. Mm. Lehet, hogy ez így pariba van, hogyha nem tudok rajzolni, akkor bénázok az életbe is. Kérdője, nem tudom. Nem tudom. Ez így meredek lenne azért kijelenteni. Meredek, igen. Ez most én is csak zárójelbe kérdésként tettem, hogy próbáljuk ki, hogy mert valószínűleg az van, hogy lehet, hogy ez az első rajz az béna, de mondjuk könnyen meg tudok érkezni oda, hogy vállalható a produktum. Tehát, hogy azok a készségeket az élet megtanította. Ha meg nem, akkor viszont rajzon keresztül meg könnyen megtanulható, és lehet, hogy mondjuk egy olyan életkrízis, amin nem nagyon sikerül már X ideje túllépni, az lehet, hogy némi rajzolgatás után megmenni fog. Ez így van. Ez abszolút így gondolom, ezt nagyon tudom vállalni, hogyha tudunk rajzolni, és mögé látjuk, hogy amit csinálunk a rajzolásban, hogy mit csinálunk tulajdonképpen, hogy fölülírjuk a régi mintáinkat, és folyamatosan nézőpontot változtatunk azért, hogy a realisztikus valóságot lássuk, és ezt kiterjesztjük így az egész életünkre, akkor egészen spiri dolog kerekedik ki ebből a rajzolásból. Hát mégis az életben vagy minden spirituális, vagy semmi sem az. Tehát, hogy önmagában szerintem ez így tök oké. Egy picit belemegyünk ebbe a békába, meg a többi rajzba, hogy miket is lehet megcsinálni. És akkor itt gyorsan, nagyon belementünk itt a mi is fog történni, de hogy mi ez egyáltalán. Ugye rendeztek egy rendezvényt, egy pár mondattal felvezeted, és akkor utána beszéljünk a programokról.
Igen, hogy október 14-én lesz egy teljesen ingyenes, otthonról nézhető online művészeti karneválunk, aminek igazából az a célja, hogy emeljük az autodidakta művészeknek a megítélését, és ugye az autodidakták alatt most azt értem, hogy akik nem tanulnak művészeti iskolákban, hivatalos főiskolaegyetemen, hanem így a önmagáért, a rajzolás szeretetéért csinálják ezt az egészet, és hogy minél több embernek legyen lehetősége kipróbálni magát a rajzolásban, meg a festésben. És igazából úgy fog működni ez a karnevál, hogy lesz három virtuális termünk, és ebből a három virtuális teremben kettőben lehet rajzolni és festeni. És hogyha megosztod a képernyőt, akkor megmutatnám, hogy mi az a következő szlájdon van, hogy mi az a négy kép, amiből lehet választani. És ezen a napon én azt gondolom, hogy a négyből kettő, ami biztosan el tud készülni. Te tudsz lapozni. Én tudok lapozni? Uh-huh. Bocsi. Oké, okay, akkor itt. Ott a béka. Ott a béka, igen. És ugye hát négyféle eszköz lehet kipróbálni, a grafitceruzát, a pasztelkrétát, az akrilfestést, meg az olajfestést. És ugye mindenki, hát amilyen van otthon, azt próbálja ki. A grafitceruzát nyilván az a legegyszerűbb, és kérdezhet, hogy miért pont béka, mert ugye ez egy viszonylag egyszerűbb rajz, és ez a békát azt mi ajánljuk gyerekeknek is. Tehát, hogy 10 éves kor fölött szerintem ezzel a rajzzal simán meg lehet próbálkozni bárkinek, és ez garantáltan sikerélményt ad. Tehát, hogy akkor ebből már látni fogod a módszernek a lényegét, lesz egy sikerélmény, lesz egy örömed, egyébként szerintem cuki a béka. Most oké, csókod meg a békát, és királyfi lesz belőle. Vagy királylány, kinek? Vagy királylány lesz, igen, ki mit. Szóval a grafitceruza az, ami ez az alap, tehát aki kezdő ebbe a témában, mindenképpen ezt ajánlom neki. És aztán, hogyha ugye vannak ezek az élményfestések, amit így 3-4 óra alatt lehet megcsinálni képeket, hogy ezt úgy kell körülbelül elképzelni ezeket a workshopokat, hogy ilyen élményfestés jellegűek, ugye 4-5 óra alatt készülnek el ezek a rajzok a napnak a folyamán. Mindenkinek elküldjük a referenciafotót, aki regisztrál erre a karneválra, elküldjük azt is, hogy milyen eszközök szükségesek hozzá, illetve adunk linket is, ahol meg lehet, ha még nincs otthon, akkor meg tudod vásárolni ezeket az eszközöket is. Ugye nem csak az érdekessége ezeknek a képeknek, hogy különböző eszközöket, technikákat lehet itt megismerni, hanem az is, hogy milyen, egyrészt mind a négyet más művész rajzolja, és az olajfestés például ez a klasszikus olajfestés technikájával készül, tehát hogyha valaki ismeri kicsit jártasabban művészetben, hogy egy sötét alap van aláfestve, és abból folyamatosan világosodik a kép. És egyébként szerintem, hogyha most valaki erre úgy csatlakozik, hogy nem is követi együtt a művésszel, és nem együtt fest, és nem együtt rajzol vele, akkor is tök sokat lehet vele tanulni, ha csak végignézed a fázisokat, a folyamatot, hogy hogyan kell ezt csinálni. Ugye az akrilfestésnél meg pont egy olyan művész festi ezt a képet, aki nagyon szereti az élénk harsány színeket, és egyébként ezt a képet ő hogyan dolgozza át, hogy ilyen nagyon élénk neonos hatása legyen. A pasztelkrét az meg egy már, ugye nagyon sokan festeni akarnak, a színes képeket akarnak csinálni, de azért tanulásnak van egy sorrendje, hogy mi azt mondjuk, hogy azért festés előtt érdemes megtanulni rajzolni, és akkor a pasztel kréta az a rajz meg a festés közötti átmenet, hogy még rajzolsz, mert kréta van a kezedben, de már színes, és akkor a festmény jellegű képeket lehet vele készíteni. Tehát, hogy így ha azt nézem, hogy a technikák nehézségi foka, akkor pont ebben a sorrendben is van kirak, vagy először a grafitceruza, pasztel, akrél, olajfestés. És úgy vannak egyébként elkészítve ezek a workshopok, hogy tudjuk azt, hogy nehéz egyszerre figyelni a művészt, hogy csinálja, meg az, hogy te is csináld vele szimultán. Tehát ezt tudjuk, hogy nehéz. Éppen azért egyrészt azt kértük a művészeinktől, hogy lassan csinálják, másrészt meg minden műalkotásnak vannak fázisai.
hogy mit tudom, először csak az előrajz van meg, először csak az első réteg van meg. És hogy minden egyes ilyen fázisnál mi megállunk, amikor a művész már nem dolgozik, de ti látjátok végig a képernyőt, hogy ez eddig a fázisig kellene eljutni. Tehát magyarul mindig mindenkit bevárunk, hogy ő is tudja, haladni, és tudjon csinálni. És mondom, úgy kell körülbelül ezt elképzelni, hogy egy-egy képnek az elkészítés ideje az 4-5 óra. Jó, tehát annyi időt kell rászenni, és azért mondtam, hogy ha egy napra rááldozod a napodat, akkor két kép el tud készülni, kettőt tudsz kiválasztani. Én megelészek egy békával is. De ez mondom, hogy figyelj, békát az gyerekekkel együtt, jó? Tehát a beszervezem a gyerekeket, és akkor együtt békázunk. Az egy tök jó családi program egyébként sok szempontból, szerintem. Nekem fölmerült egy kérdés, és akkor még ugye én örülnék, hogyha tudnánk beszélni egy picit, hogy lesz egy másik terem is, ahol lesznek előadók, hogy mi van akkor, ha mondjuk én nem érek rá egész nap, nagyon szívesen rajzolnék, de mondjuk felénél fel kell állni, mert hogy van lehetőség arra nyilván, hogy esetleg később be lehessen fejezni, vagy ilyesmi. Arra van lehetőség, hogy meg lehet venni ennek a konferenciának a felvételeit, egy ilyen, tényleg egy nagyon jelképes összegért. Amikor regisztrál valaki, akkor a köszönöm oldalon tudja ezt megcsinálni, és ez a jelképes összeg, ez 6350 forint, ami ez egy nagyon jelképes, és egy nagyon, azt gondolom, hogy nagyon baráti összeg, és akkor így mind a négy kép el tud készülni otthon, illetve ugye van egy harmadik terem, ahol most itt az előadókat lehet látni, hogy 9 előadás is lesz ezen a karneválon, és ugye az első hármat, hogyha nézitek, Esztergályos Cecília, Galla Miklós, meg Tarján Zsófi, őket azért szerettem volna, hogy részt vegyenek ezen a karneválon, mert ugye mind a hárman olyan híres emberek, akik a színészetükről, a humoristaságukról, a Tarján Zsófi Honeybeast énekese, tehát hogy ezekről híresek, de hogy kevesen tudják talán róluk, hogy a magánemberként a hétköznapi életükben ők hobbiból rajzolnak és festenek. És mind a hármójukkal arról beszélgettem, hogy nekik mit ad a festésrajzolás, ők vajon miért kezdtek el felnőtt fejjel rajzolni és festeni. Ugye én elmondtam, hogy én a stresszkezelés miatt, hogy akkor vajon ők miért kezdtek el rajzolni és festeni, mit ad nekik, mi a fontosabb nekik ebből az egészből, hogy az alkotásnak a folyamata, vagy maga a végeredmény, mert ugye minden ilyen alkotásnak két hatása van, az egyik, amit közben átélünk, a rajzolás festés közben átélünk, ez az egyik élmény, a másik pedig, hogy a mű, amit létrehozunk, és például Galla Miklós, ő azt mondta, hogy neki a végeredmény, egyértelműen a végeredmény, ő abban leli az örömét, hogy nézi a elkészült művet, és egyébként azon gondolkodik, hogy milyen címet adjon neki, és ő mindig ezeket a szójáték címeket adja neki, tehát ugye neki egy kicsit ilyen Vazarelli stílusú képei vannak, és ilyen szójátékokat ad a képcímeknek. Ugye Cecília például erre a kérdés, hogy mi a fontos neki, ő azt mondta, hogy kizárólag az alkotás folyamata, nem érdekli, hogy mi lesz a végeredmény, hogy szép vagy csúnya, hogy ő azért csinálja, hogy amit közben átél. Tehát, hogy nagyon érdekes, hogy ki miért, és mondjuk én gyerekkoromban mindig imádtam hallgatni a nagyszüleimnek a történeteit. Tehát én szeretek emberekkel beszélgetni, mert mindig van egy-egy mondat, amit el lehet vinni, egy-egy gondolat, amit el lehet vinni ezekből a beszélgetésekből, és mind a hármójukkal a beszélgetés számomra olyan volt, hogy el tudok magammal vinni valamit. Egyébként Cecília ugye most 80 éves, és az óriási életenergia, ami mai napig van benne, az tanulnivaló. Igen, már miatta is érdemes egyébként ellátogatni a konferenciára. Én kicsit megszondáznám a nézőket, hogyha benne vagytok egy kis játékba, visszatennéd az előző képet? Aha, hogyan kell, várjál. Hát léptetsz. Aha. Az lenne a kérdés, hogy most így neki lehetne állni,
akkor békahajó, vagy nem tudom milyen. Virágos rét. Virágos rét, vagy holland tájkép. Holland tájkép, vagy patak melletti házikó. Melyiket fest, melyiknek mernétek nekiállni? Én vállaltam a békát, és van benne elég halázat. De hogy tökre kíváncsi lennék, hogy egyébként mennyire van bátorságotok, illetve egyáltalán, hogy mernétek odaállni, hogy oké, akkor nézzük meg. Ugye kicsit így tök kezdőként én a békának, meg az akrilfestésnek neki mernék állni. Aha. Tehát ugye az akrilfestős kép, ez nem nehezebb, mint amit élményfestéseken festetnek az élményfestő stúdiók. De jó. Van azért itt virágos mező is. Jó, oké. Jó. Én tökre örülnék neki, hogyha így lenne bátorságotok belefogni ebbe a béka kalandba. Szerintem tök vicces lenne majd csinálni egy ilyen galériát a békákról. Igen, hogy kinek hogy sikerült a béka. Ezt így most kihívok mindenkit egy ilyen sztorira. Csinálunk itt a valamelyik tudatos jelenlét csoportba, vagy az integratív medicin csoportba egy ilyen béka gyűjteményt, vagy mondjuk amik itt készültek, és akkor nézzük meg, hogy milyen béka kórus lesz, vagy egy hajóflotta, vagy egy hatalmas rét. Úgyhogy tök jó lenne. Egyébként itt a most fölül, azt hiszem a Facebookon fölül, a YouTube-on meg alul van egy link, meg a levelekben is benne volt, úgyhogy ott arra kattintva megtaláljátok magát a rendezvénynek a programját, ingyenesen lehet jönni. Ha szeretnéd magaddal hazavinni az összes anyagot, akkor megveszed, de hogy összességében egy zseniális hétvégi program. Még egyszer a dátumot mondod, Andi? Október 14. És október 14, ami azt jelenti, hogy most szombat. Most szombat, így van, most szombat. Az én nyelvemen hadilában állok. Tehát most szombaton egy közös rajzolós, önismereti kaland. Nézzünk tükörbe. Így van. Milyen béka ugrik le a rajzpapírról. Nem tudom, hogy van még egy kis időnk a beszélgetésből, hogyha esetleg van kérdésetek, akkor élét szírjátok be a chatbe, jó, és akkor arra tudunk válaszolni. Ezt így leveszem, meg ezt visszateszem. Neked mi volt az első olyan kép, ami spontán, tehát amit nem az iskola tanított, hanem amikor leültél rajzolni, és amire azt mondod, hogy na, ez jól sikerül. Amikor kibújt belőled a művész, te definícióid szerint. Én nagyon szeretem a karikatúra rajzolást, és a karikatúra rajzolás az, ami bennem így ki tudja hozni ezt a fajta önkifejezést, vagy viccességet, vagy a másik emberben meglátni, vagy magamban meglátni, mi az, amit ki lehet figurázni. Szerintem ez az, ami... Ez egy tök nehéz műfaj, nem? Szerintem, olyan szerethető karikatúra legyen, tehát nem valamilyen trollkodik, hanem amitől így... Igen. Ami igazából szép. Szép, igen. Szerintem, hogyha már tud valaki valósághűen rajzolni, akkor utána már nagyon kis lépés a karikatúra rajzolás. Meg egyébként szerintem ez a művészi önkifejezés, hogy nagyon sokszor egy kép is beindít, egy fotó, egy festmény is beindít valamit, és nem véletlenül választasz egy olyan képet, amilyet. Vagy sokszor azért választ az ember egy képet, mert a technikai nehézség, hogy vajon meg tudom-e csinálni. Mai napig vannak olyan tanítványaink, akik mondjuk 3-4 éve tanulnak tőlünk, már elvileg minden kisújjukban van, és mégis van olyan érzés, hogy hát ezt a képet nem tudom megcsinálni, és aztán amikor nekiállnak, akkor még mégis meg tudják csinálni, és át tudnak lendülni azon a holdponton, hogy nem tudom megcsinálni. Tehát folyamatosan át tudod élni azt az élményt, hogy,
hogy nem, úgy érzem, hogy nem tudom megcsinálni, vagy azt gondolom magamról, hogy nem tudom, aztán meg mégis meg tudom. És egyébként szerintem ez a tudom vagy nem tudom dolog, ez ilyen, most így érzés szinten ilyen átugorható. És ha visszahozzuk oda, amiről így a beszélgetés során is szó volt, hogy vállalható szintig mindenki el tud jutni, aki egy kicsi időt és energiát rászán. Ez így van. És most, hogy így, csak most szeretnék tippet adni, jön a karácsony. Mögöttem látok képeket, ezeket én mind karácsony ajándékból kaptam a gyerekektől. A nagyobbakat a Dóri festette, ezt igen, az pedig a kislányom a világítótornya. Akkor volt 7 éves, azt hiszem, 8. Tök jó. És a legnagyobb becsben tartott ajándékok, mert a csetreszek elmennek, a pulcsi tönkre megy, a parfümöt elfújod, a fejed nem jön, megy a levesbe idővel. Tehát, hogy így minden így a enyészeté lesz, de valahogy például szerintem most én művészi alkotásnak hívom, mert így szebben hangzik, de hogy azt mindannyian valahogy becsben tartjuk. Ez igaz. Tehát nem dobsz, te olyan nehezen dobott ki még a gyerek rajzát is, amit hazahoz az iskolában. Igen. És ez hogy a... így... Ez a mit hagysz magad után? Van egy kicsit ilyen is, hogy mit hagysz magad után, és én is emlékszem, hogy a nagyapám az faragott, meg kosarat font, a nagyanyám az hímzett, horgolt, nem tudom mi, és hogy valóban ezek olyan dolgok, amiket nem dobunk, amiket megtartunk, amiről emlékszünk rá. Igen. És ez is egy olyan, hogy ez a mit hagyunk magunk után, mi lesz utánunk. És ezáltal valahogy egy más minőségre kerül akár a karácsony is. Uh-huh. Készülődés, mert ugye ott rá kell szánni az időt, nem az lesz, hogy akkor beszaladok a valamelyik plázába bevásárolni karácsonyra, az már ciki kategória, de hogy valamit csak kell, és akkor igen, egy picit így más... és egy kicsit így másképp neki menni ennek az egész kérdéskörnek. Mert szerintem ott például, amikor valakinek festek valamit, abban van már szándék. Igen. Azt én már művészetnek hívom, mert van benne egy szándék, hogy én azt neki akarom adni. Meg az idő, amit ráfordítasz. Tehát, hogy ezek a képek nem készülnek el 1-2 óra alatt, hanem azért, ahogy mondtam is, hogy 4-5 óra a folyamat. Viszont így a eszköz költsége meg nem egy vállalhatatlan tétel. Hát egyáltalán nem. Adtok is ilyen művészellátókhoz kedvezni. Igen, így van. Zseniál. Tök jó. Szóval mindenkivel találkozunk szombaton, és rajzoljunk békát. Igen, rajzoljunk békát. Rajzoljunk békát. Hírlevélben is benn van a link, a videóknak a leírásába is, és tök jó lesz. Én nagyon szépen köszönöm neked, Andi, ezt a beszélgetést. Egy teljesen új perspektívát nyitott nekem így az önismeret, az önfejlesztés témában, ami nekem úgy a gumicicám szívügyem, hogy valami módon ezt a fajta rajzolást, művészeti irányt valahogy behozni, és már csak ezért is izgalmas nekem ez a perspektíva tanulás, hogy hogyan lehet belőle inspirációt adni az életre. Uh-huh. Mert szerintem ez egy tök erős vonal amúgy, és sokkal többet tanít, mint ha előveszi az ember a Buddha beszédeit, mert abból meg nem ért semmit már az emberek java. Szóval ez így tök oké lesz. Köszönöm szépen, és minden kedves nézőnek nagyon szépen köszönöm, hogy velünk töltöttétek a ma estét, és akkor szombaton találkozunk. Köszönöm, Andi. Én is nagyon szépen köszönöm. Sziasztok. Sziasztok.